fontos, hogy magasra tegyük a lécet, mert nagyon magasan lesz a kihívás. A héten is és a szezonban is. És ennek a magas lécnek nem mindig tudtunk megfelelni, de azt gondolom, hogy kezd tisztába tenni ezeket is, és egyre jobb ez biztosan. Én alapvetően szeretem az aprólékosságot a taktikai és egyéni taktikai dolgokban is. Azt hiszem, hogy attól tud valami jól működni, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mi a felelőssége adott helyzetben. A védekező harmaddal kapcsolatban most ezen próbáltunk dolgozni. Igen, az látszik, hogy augusztusi a forma, amit mondjuk normális esetben tudunk csinálni 30-40 másodpercig, az most még lehet, hogy csak 20-25. És nyilván a kivitelezés se az igazi, kicsit a jég minősége is augusztusi, tehát ugye az egész nem ment olyan nagyon flottul természetesen, de azt gondolom, hogy erre számíthattunk, és ez nem kifogás, ez csak egy tény, amivel foglalkozni kell, amit nyomni kell minél tovább, hogy csütörtökön a lehető legjobban nézzünk ki. Nyilván itt a válogatottnál a lehetőségeink limitáltak, most fogunk edzeni 3-at kb. Mielőtt megjátszunk egy meccset, mielőtt elmegyünk az olimpiai selejtezőre, tehát ahol tartunk, ott tartunk, és próbáljuk ezt a lehetőleg tovább nyomni előre. Ugye én új vagyok a fedélzeten, és ennek megfelelően nyilván van egy csomó újdonság, amit a srácoknak el kell sajátítani. Amit lehet, és amit hasznosnak gondoltunk, azt természetesen megtartottunk a régi játékrendszerből, de sok mindenen kell átmenni. Ők a klubjaikkal voltak, és arra összpontosítanak, úgyhogy még amit játszottak is, mint a fél évvel ezelőtt, az is átismételendő. Erre találtunk különböző alternatív megoldásokat, és voltak már meetingeink a tábor előtt is. Most sem tudunk mindent jégen gyakorolni, valamint csak videón fogunk megnézni, vagy rajzokon próbálunk illusztrálni, úgyhogy sok lesz az biztos, az információ, és azt hiszem, hogy nekünk az is fontos a stábnak, hogy kiben látjuk azt, hogy ezt a sok információt be tudja fogadni, meg tudja emészteni és meg tudja valósítani. Például Hári János nincs velünk, mondjuk ezzel a csatások erősen megbomlanak, de megint azt gondolom, hogy minden új helyzet az egy valami más lehetőség, és most van ebben a keretben egy csomó fiatal játékos, aki csillogtathatja a tudását, szerintem ez tök jó, nekik ez egy nagyon nagy fejlődési lehetőség, úgyhogy minden rosszban van valami jó is, ahogy szokták mondani. Sok volt ebben a keretben a fiatal már a VB-n is, ezt ugye most tovább növeltük ezt a létszámot. Bennük, akik itt vannak, bennük mindenkiben jelentős potenciál van, és azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy ezt kiaknázzuk és segítsük őket abban, hogy ők fejlődni tudjanak, és minél magasabb szinten tudnak játszani, annál jobb. Ez a torna, ez egy nagyon magas szintű torna, ezt kijelenthetjük, úgyhogy én szeretném, ha minél többen ott lehetnének. Nyilván van kényszerünk idézőjelben arra is, hogy a teljesítmény megfelelő legyen, és az eredmény is a lehető legjobb. Tehát ha valakiről azt gondoljuk, hogy még nem áll készen, akkor nem áll készen, majd legközelebb fog. De bízom benne, hogy minél több fiatalnak tudja majd mutatni magát. Nyilván nekünk, ha azonos játékosok vannak, akkor a fiatal mindig értékesebb, hiszen több időnk van vele dolgozni, bennük nyilván még nagyobb a potenciál. Egyébként pedig azt gondolom, hogy azzal, hogy egy ilyen tehetséges, nagy lehetőségeket rejtő fiatal játékost mi ki tudunk tenni a nemzetközi szintére, azzal nagyon sokat tudunk segíteni neki, és ő majd az ő sikereivel nagyon sokat tud segíteni a magyar jégkorong sportnak és az utána jövő még fiatalabbaknak. Szerintem ez is feladatunk, nem csak az, hogy csütörtökön nyerünk vagy veszítünk. És akkor azokról, akik nincsenek itt, ugye Hári János, Tisztis Bence és Nagy Krisztián sem tud rendelkezésre állni különböző okok miatt, erről kérlek egy pár szót, ami megosztható. A Hári esetében családi okokról van szó, hogy jelezte már ezt nekem régebben, hogy néhány héttel ezelőtt pontosabban, hogy neki béke gondolnia, hogy ezt tudja most vállalni vagy sem. Közeledve a tornához pedig úgy döntött a családja, hogy jobb, ha otthon marad, úgyhogy ezt tiszteletben tartottuk. Hangsúlyozta, hogy nagyon sajnálja, és mindig rendelkezésre fog állni, amikor csak lehet. A Stipsic Bence esete más, ő egy sérüléssel küzd egy ideje,
ilyen derék problémákkal, amiről most kiderült, hogy inkább a csípőjéből adódó probléma, ez pedig egy injekciót igényel tulajdonképpen, amit hétfőn tud megkapni, és ezzel 3 napot pihennie kell, úgyhogy utána meg azt gondolom, hogy sok értelme nincsen, hogy őt belevigyük olyan kockázatokba augusztusba, ami utána az ő pályafutását, a klubszezonját és akár a VB szereplését is kockázatossá tenni. A Nagy Krisztián esete pedig szintén egy sérülés, a klubjában sem játszott, mert ő játékra nem alkalmas. A Bence más helyzetű játszhatna, csak veszélyes, azt gondolom. A Krisztián esete más, ő nem is tud játszani, egy ideggyulladásos problémája van. Reméljük, hogy mindketten minél hamarabb felépülnek és hadrafoghatóak lesznek.